Idén is összegyűltek a Győr-Moson-Sopron megyében élő nemzetiségek képviselői Rajkán, hogy egy közös fesztivállal mutassák be és ünnepeljék meg saját kultúrájukat. Magyarországon 13 nemzetiség él, ennek több mint a fele megtalálható a megyében, háromnak pedig saját megyei képviselete is van. Először 2015-ben Kimlén, majd aztán tavaly Undon, és idén is már megyei nemzetiségi napként és megyei értéknapként szerveztük meg, ahol egyrészt az elején az ünnepi köszöntő körében megyei kitüntetések átadására is sor kerül, majd a kulturális kavalkáddal együtt, ahol egyébként a három ismert nemzetiségen kívül, tehát a horváton, a németen és a romákon kívül egyébként a győri lengyel énekkar is megjelenik. Emellett van egy értékkiállítás, tehát a megyei értéktárhoz kapcsolódó kézművesek tartanak egy gyönyörű színes kézműves kiállítást, valamint a házigazda település Rajka mutatja be a települését és a saját értékeit. A helyszínválasztás sem véletlen. A legnagyobb számban ezen a környéken élnek nemzetiségük, a legtöbben németek. Úgy gondoljuk, hogy ez a hagyomány, az, amit értéketőt képviselnek, fontos, hogy megmaradjon a jövő számára is, ezért mi ezt támogatjuk, fenntartjuk, segítjük a munkájukat, a német önkormányzat itt működik a településen, és úgy gondolom, hogy ez nem csak a településünkön, hanem az egész megyében, egész országban fontos az a tevékenység, az a sokszínűség, amit a nemzetiségek képviselnek. A megyében szintén nagy horvát nemzetiség él, ők főleg a soproni országhatár környékén telepedtek le, mondta el híradónknak Grubics Ferenc, a megyei közgyűlés nemzetiségi és civil kapcsolatok bizottságának elnöke, aki maga is horvát származású. Ugye közel van az osztrák határhoz, ott eleve már több századokon keresztül a három nyelvűség volt ugye a mérvadó, az értékadó, tehát majdnem mindenki három nyelven beszél, és már több mint 500 éve, amióta betelepedtek ide a horvátok, nagy békességben él itt a magyar, a horvát és a német együtt. Idén ráadásul nem csak a nemzetiségek, hanem a helyiek értékeit is megcsodálhatták az érdeklődők egy kézműves kiállítás keretében.